Néhány száz méterre megközelítette Lampedusa kikötőjét a holland felségjelzésű német civil hajó, a Sea-Watch 3, több tucatnyi illegális bevándorlóval a fedélzetén. A hajó az elmúlt két hétben nemzetközi vizeken tartózkodott, mert az olasz törvények értelmében nem köthet ki Olaszországban. Ha a hajókapitánya önkényesen úgy dönt, hogy a tiltás ellenére kiköt a szigeten, azonnal letartóztatják. A hajót lefoglalják, és akár 50 ezer eurós bírságot is kivethetnek rá. Úgy döntöttem, hogy behajózok Lampedusa kikötőjébe. Tudom, hogy kockázatos, de a fedélzeten lévő 42 túlélő kimerült. Biztos helyre kell őket szállítanom. Ezt írt a Twitter üzenetében a Sea-Watch 3 hajó kapitánya. A Sea-Watch 3 hajó irányítói szerdán döntöttek úgy, hogy két hét várakozás után elhagyják a Lampedusa szigetétől, mintegy 20 kilométerre lévő tengeri zónát és olasz vizekre lépnek. Az olasz pénzügyőrség és a parti őrség azonnali megállásra szólították fel a hajót. A holland zászló alatt tevékenykedő német civil szervezet hajója június 12-én a Líbiához tartozó övezetben vett fedélzetére 53 illegális bevándorlót. A kapitány elutasította, hogy az embereket visszavigyék Líbiába, és a hajó egyenesen Olaszország felé vette útját. Június 15-én az olasz hatóságok 15 embert partra szállítottak, köztük gyerekeket, betegeket, terhes nőket. Matteo Salvini olasz belügyminiszter szerint a törvények értelmében esélytelen, hogy a hajó bármelyik olasz kikötőben kikössön. Azt mondta, az elmúlt két hét alatt a holland hajó már elszállíthatta volna migránsokat Hollandiába. Ez egy holland hajó, és hihetetlen, hogy a holland kormányt egyáltalán nem érdekli ennek a sorsa. Mi történne ellenkező esetben, ha egy olasz hajó provokálná Rotterdam kikötőjében az ottani parti őrséget és a pénzügyőröket? Elég volt. Mi az Európai Unió része vagyunk, sok pénzt fizetünk, fel kell, hogy ébredjenek, mondta Salvini hozzátéve, soha nem ad engedélyt arra, hogy embercsempészek kikössönek Olaszországban. Az olasz belügyminiszter szerint Európa továbbra sem vesz tudomást arról, ami Olaszországban történik, és az országot saját sorsára hagyták. Mint mondta, ez a magatartás Rómát arra kényszerítheti, hogy lépéseket tegyen az európai törvények ellen. Megszüntethetik például azoknak a migránsoknak a regisztrálását a közös európai adatbázisba, akik Olaszországban érnek partot. Az Európai Unió ma ismét a nem létezéséről tett tanúbizonyságot. Csak akkor jelentkeznek, ha pénzre van szükségük, vagy ha baj van a költségvetéssel. Ha másfél órán belül valaki felhívna Brüsszelből és azt mondaná, hogy megoldanák a 42 ember helyzetét úgy, hogy 21-et elszállítanának Amszterdamba, 21-et pedig Berlinbe, a kapitányt mi letartóztatnánk, a hajót elkoboznánk, és a részemről az ügy le is lenne zárva, fogalmazott Matteo Salvini. A hajó az elmúlt éjjel néhány száz méterre megközelítette Lampedusa kikötőjét. Az olasz hatóságok felmentek a hajóra és ellenőrizték a legénység, illetve a kapitány okmányait.